A Dorkás Szolgálat mobil csapata tavaly januárban kezdte el működését azzal a szándékkal, hogy foglalkozásaikkal Debrecenben és környékén segítsenek hátrányos helyzetű gyerekeknek. Bár a kezdetekben csak a debreceni kifejezett vonzás körzetén belül mozogtak, így eljutva Halápra, Dombostanyára, ma már olyan helyszínek is a program részei, amelyek viszonylag messzebb találhatók, ilyen Bagamér, Kokad vagy éppen Tiszavasvári. Kiken segítenek egészen pontosan, hogyan szervezik meg a mindennapokat, többek között erre kérdezem vendégemet, Lénárt Muszka Attilát, a Dorkás Szolgálat Alapítvány iskola vezetőjét és Német Orsolyát vezető tanárt. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Ez önmagában egy nagy dolog, hogy egy alapítvány iskolát hoz létre, és azóta folyamatosan működik, amióta gyakorlatilag ukrán menekültekkel foglalkoznak, és hát nem is olyan rég beszélgettünk, szerintem egy 2-3 hónapja, amikor a felvételi megvolt, illetve elindult az új tanév, hogy a gyerekek 51%-át sikerült integrálni a államiskolákba, és megállják a helyüket azóta is, viszont itt van ez a mobil csapat. Tulajdonképpen mit is jelent? Jó, hogy én felolvastam, hogy jönnek, mennek és fölkeresnek különböző településeket, de miért is gondoltak arra, hogy szükség van egy ilyen segítő közösségre is? Köszönjük szépen a meghívást. Igen, hogyha valaki a Dorkás Szolgálat nevét most meghallja, elsőre talán a menekült válság jut az eszébe, mert hiszen a hírekben annak alapján jelenünk meg a legtöbbször. De a Dorkás Szolgálatnak a missziója az már nagyon régen a helyi szinten való segítségnyújtás. Idősöknek, a börtönben a büntetésüket letöltő embereknek segítünk, és most ugye egy évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy ezt a szolgáltatásunkat eljuttatjuk a Debrecen külterületén élő nehéz sorsú családoknak a gyerekeihez. Tehát mi mindenféleképpen gyermekeken segítünk. Ez a mobil csapat azért is mobil csapat, mert hogy rengeteget utaznak, havonta több mint 1500 kilométert, és igen, azok a helyszínek, amik meglettek említve, Haláb, Kokad, Bagamér, ezeken kívül most már egészen Tiszavasváriig kimegyünk Bodaszőlőre is, mert úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy segítsünk azoknak, akik az ország határainkon belül segítséget kérnek, de rengeteg rászoruló van itt a közvetlen környezetünkben, és mi szeretnénk az ő problémáikra is megoldást nyújtani. Hogyan találják meg azokat a családokat, akiket bevonnak a programba? Nekünk vannak partnereink ezeken a helyeken, akikkel régóta együttműködünk. Először őket szoktuk megkeresni, vázoljuk nekik, hogy mi milyen szolgáltatást tudunk nyújtani, és akkor ők elmondják nekünk, hogy rendben, erre nekik szükségük van, vagy esetleg nincs szükségük, hála Istennek egyébként van szükség rá, arra, amit mi csinálunk. Aztán nagyon fontos nekünk az is, hogy a kedvezményezettjeinkkel találkozzunk, tehát a gyerekekkel, a családokkal, elbeszélgessünk velük, megkérdezzük tőlük, hogy mi az, amiben mi segíthetünk, mi a gyerekeknek az elakadása, mi esetleg az a probléma, amivel a családban nem tudnak dűlőre jutni, amin nem tudnak segíteni. És akkor mi célzottan ezekre a probléma területekre találunk ki foglalkozásokat. Egy remek csapatunk van. Van egy szociálpedagógusunk, Orsi személyében, egy pszichológusunk, és egy pedagógusunk, művész pedagógusunk. És velük tényleg olyan komplex szolgáltatást tudunk nyújtani, hogy büszkén mondom, hogy bármit, amit még eddig kértek tőlünk, azt meg tudtuk ott valósítani ezeken a helyszíneken. Hát, hogyha jól értem, akkor nem csak magyar, meg matematika korrepetálás zajlik, hanem ennél sokkal komplexebb. Így van, így van. Ahogy Attila is említette, van egy pszichológusunk, akivel elég sokat dolgozunk együtt, különféle kurzusokat csinálunk. Ilyen például a bullying, tehát a bántalmazás kurzust viszünk ki, ilyen a érzékenyítő programok, kommunikációs, asszertív kommunikációs tréningek. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy Attila is mondta, egy komplex segítséget tudunk nyújtani, tehát nem csak a részt nézzük a gyerekeknek, hanem az egészet. Tehát ugyanakkor persze van tantárgyi korrepetálás is, de ugyanúgy figyelünk a lelki jólétére is a hátrányos helyzetű gyerekeknek. A családok mennyire befogadóak, tehát mennyire fogadják szívesen azt, hogy jön kívülről három ember, és akkor nem csak korrepetálást tanítani, hanem egy picit beavatkoznak a családjuk struktúrájában, mindennapokban. Tulajdonképpen ez egy nagy kihívás, hiszen egyes területek azért mondhatni egy zárt közösséget alkotnak, ahova mi kimegyünk, és próbálunk kiépíteni egy bizalmat.
nyilvánvalóan csak úgy vehetnek részt ilyen pszichológiai foglalkozáson, hogyha a család tud róla, anélkül semmiképp nem foglalkozunk így. De úgy gondolom, eddig sikerrel tudtuk ezt a bizalmat kiépíteni a gyerekekkel is, illetve a családokkal is. Azaz itt azt jelenti, hogy a szülőkkel is foglalkoznak? Így van, igen. Ez legfőbbképpen a pszichológus kollégánk viszi ezt a vonalat. Ő tart akár gyermeknevelési, mondhatni kurzusokat, vagy kommunikációs tréningeket is nekik, hogy hogyan tudnak megfelelően kommunikálni a családban, a problémák kommunikálását hangsúlyozva, tehát foglalkozunk így globálisan is a családdal. Már hangzott el szám, hogy havi 1500 kilométer, de eddig az egy évet, hogyha most summázzuk, akkor hány gyermeket, hány családot értek el? 2100 gyermeket értünk el. A mi elérésünket az kétféleképpen számoljuk. A közvetlen elérést, amikor találkozunk a gyerekkel, és neki tartunk akár egy drámafoglalkozást, akár a pszichológiai jellegű mentálhigiénés foglalkozásokat, illetve van a közvetett elérés, amikor tegyük fel, ha egy pedagógussal dolgozunk, akkor annak a pedagógusnak az osztályába járó gyerekeket is összeszámoljuk, és így jön össze a 2500. Tehát összesen 2100 gyereket értünk el közvetlen eléréssel, akikkel tényleg személyesen találkoztunk, az 800 gyermek volt, és itt mindenféleképpen meg kell említeni azt, hogy az UNICEF ukrán menekültprogramjának a magyarországi irodája az, aki ebben nekünk rengeteget segít, velük kooperációban valósítjuk meg ezeket a remek programokat. Hát ez tényleg remek. Most, hogyha summázásnál tartunk, milyenek a visszajelzések? Szerencsére többnyire pozitívak. Tehát nagyon örülünk már csak annak is, hogyha egy foglalkozásról úgy megy ki egy gyermek, hogy elégedettebben látjuk az örömöt, a mosolyt, vagy egy-egy tantárgyi felkészítésnél olyan visszajelzést nyújt, hogy ezt meg tudta csinálni. De konkrétan voltak olyan visszajelzések is egyes helyszínekről, hogy jobban teljesít a gyerek az iskolában, ez mind a szaktantárgyra is vonatkozik, illetve mind onnan, hogy a szociális környezetében jobban tud élni és kommunikálni, kifejezni önmagát. Tehát ez mindenképp egy nagyon jó visszajelzés. Ha jól értem, a program nem zárt, folyamatosan bővül. Tegyük fel, valaki most hallja ezt a beszélgetést, és azt gondolja, hogy valamilyen módon szeretne segítséget kérni, akkor ez hogyan teheti meg? Én úgy gondolom, hogy ha egy e-mailt ír mondjuk az alapítványnak, fent vagyunk az interneten, rá kell keresni, Dorkász Szolgálat, elérnek minket egészen egyszerűen, nagyon-nagyon szívesen segítünk. Jelenleg, és erre is nagyon büszkék vagyunk, tele van a naptárunk, tehát hónapokra előre, óriási az igény, egyébként értekezleteken szoktunk is arról beszélni, hogy de jó lenne, ha lennénk még legalább 10, mert hogy igény az van ezekre a foglalkozásokra, és mi igyekszünk minden kérésnek eleget tenni, viszont csak is kizárólag úgy, hogy annak a foglalkozásnak legyen értelme, legyen egyfajta rendszeresség, ne csak egyszer találkozunk a gyerekkel, hanem folyamatosan is el tudjunk valamit érni vele, el tudjuk érni vele a célunkat. Hát kívánom, hogy minél többeken tudjanak segíteni. Köszönjük. Minél többen vegyék a bátorságot, hogy kérjenek, hát ha beleférnek a naptárba. Sok sikert kívánok a további. Köszönjük szépen. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!